Sziasztok, itt lesz után. Újra a reakció videó, de egészen spéci módon. Most arra gondoltam, hogy úgy csinálok ebből a videóból reakció videót, hogy az én vígjátszásom is benne legyen. Tehát a különleges itt az lesz. Olyan célt fogok ennek adni, hogy emberek kontra a Yukari. És mit értek ez alatt? Reimu, Marissa, Sakuya és Ezután kontra Yukari. Tehát ezek a csajok, az a három csaj, aki legyőzte Yukarit az animében, az is benne lesz. Tehát, hogy is lesz az egész? Az én végigjátszásom plusz az anime, hogy hogyan győzték le Yukarit, arra fogok reagálni. Úgyhogy észrevettétek itt a különbséget annyiban, hogy mindkét részben 11 spéci fogással támad, illetve varázskártyával Yukari. Amikor az első spéci fogás véget ér, akkor leálltam és jött az anime. Figyelhetitek az animét. Jött a végsőcsala. Ezután kontra Yukari Yakumo. Tehát innen kezdődik. Na, ez keményebb, mint amit rán művelt velem. Itt szíves, nem melyet találni. Igen, szopatos. Bounder Curse of Dreams and Reality. Figyeljtek, hogyan foglaltam el. Ja, persze nem tudom, el kell foglalnom, mert én nem tudok bombát nyomni. Igen, ez volt az első specifogás neve. Most pedig vegyetek különbséget innét. Lássuk animében, hogyan csináltam ezt a specifogást. Na, itt álljunk meg. Tehát ez Rémi a kis Májszának nem okozott gondot. Tehát először Rémus Májszá küzd meg Yukarival. Sakuya csak később csatlakozik hozzájuk. Tehát az első varázskártya nem okozott neki gondot. Térjünk rá a másodikra. Mi sem szükség nem volt, de elfoglaltam! Szerencsém volt. Ez viszont aljasabb. Alibi jobb kitéri tőle. Aztán dalszor felbaszott ez a rész. Fuck! Sikerült! Ezt nem hiszem el! Balance of motion silence. Na ez a na ilyen stratégiát kell vezetni. Ez a leghatékonyabb. Fá! Na, és így foglaltam el. Úgyhogy most térjünk rá az animés részre.
A második spécival aztán nem volt ilyen támadás. Külön támadnak. Ennyi. Menjünk rá a harmadikra. Sikerült! Na, fel, gyerünk! Csak harcolj! Gyerünk! Oh, come on! Spéci fogás, most! Ne, ez anyafák, gyerünk már! Ne, számítottam ki fogod tartani. Mesh of Light and Darkness. Szerencsém volt, hogy el tudtam foglalni. Látjátok, ezek a részlet támadások rendkívül aljasak. Na, most! Vége! Vége vele! Ne már! Nem hiszem, sikerült elfoglalhatam! Szakujával sikerültük is korábban még. Ez másodszor fordul el, hogy el tudtam foglalni. Rengeteg szert talált már. Nos, ez Rém úrnak is már aztán továbbra sem gondot, okozott olyan nagy gondot. De még a nehezen még hátra van. Ez egyik legjobb teljesítménye. Bizony, ez Sakurával két életes sikert megcsinálnak. Most koncentráljuk buborékokkal. Rékán fordul, hogy el tudom foglalni ezt. Nem, itt egy is eltaláljon. A buborékok számba később már elkezd sokasodni. Pontosan így. Ügyesen próbálkozó, de nem... De azért nem engedem, hogy legyőz. Hihetetlen, ezt is elfoglaltam! Bizony, hihetetlen, ugye? Négyes kezem van. Rékán fordul el, hogy ilyen teljesítmény. Hiába próbálkozik a csillagtámadással, könnyedén tud teleportálni. De ezért hatástalan a bomba, mert tud teleportálni. Állj! Az ötödik speciális innét kezdődik, úgyhogy itt megállok. De hát ilyen támadás sem volt nálam. Nem á! Most meg vagy kiedve. Spéci barcovák, most! Most figyeljétek, hogy fogadtam el?
A közelembe jön. És amikor közelben már lőni kell, akkor úgyhogy sebesen kell kicseletnem ezt a rét. Ja igen, ez a Yukai Spirit hitting away. What the? Ezt váltátok, el tudtam foglalni, de a csaj eltalált, mert itt kell megállnia. Na ez az ötödik specifuga, és az anime-ben kifogott a két csajon. Figyeljétek, hogy... Raymond eltalálta. És hogyan? Teleportál. Májsza nem látja, hogy honnan támad. És Májsza majdnem eltalálta. Mert Sakuya megjelent. Aki tud idős stokkolni. Ad egy P-t, hogy Raymu itt újra támadhat. Sakuya elég gyors, meg a késeim is, de hiába. Mert a késkészleteivel könnyen tud védekezni. Raymu eléggé megsérült. Megnyomja a P-t és így újra támad. Na így már három az egyenleni a csata. Ez is elmagyarázza, hogy miért kellett vártam Raymu, Májsza és Sakuya között. Úgyhogy térjünk rá a hatodik spéci fogásra. Come on, gyerünk! Na itt találhat egy csupán egyik. Ezt is próbál meg elfoglalni minden áron. Butterfly in the Zen Temple. Ez egy náci támadás. Míg rá lövedék labdákkal támadott Yukari pillangókkal. Ezt is elfoglaltam. Ez az egyik legjobb teljesítményem, nem szabad elfúzom, bármi áron nyerd meg! Ez hihetetlen, megjösszél! Látta, kivédte. Ezt meg Raymu védte ki. És egyszerre támadnak. Májsza Master Sparkjával. De ez hasztalan. Mert jön a náci támadás.
Most túl stratégiát dolgozok ki addig, nézzük meg a hetediket. Na, azt már nem tudtam elfoglalni. Double Death Butterfly. Ez borzasztó aljas támadás. Csoda lenne, hogy tudnám foglalni. Sikerült! Master Spark. Spark-ja lelassítja. Rémulé beveszi a határ. Egyszerre támadtak. De nem volt elég jó. Most a pajzsathatnak. De addig a Irisian köve is megtámadta Rémut, de... Jó, hát egy is két cipogás. Neki is van lézett támadás. Ügyesen cseled. Elég gyors. Sörös teleportásos kitűnő védekező. Úgyhogy itt vágok most meg. Most nézzük a nyolcadikat. Most agresszívan fog támadni. Csak lassan kell mennem, akkor simogy az egész. Jaj, ne! Na, így kell kitérni. Menni fog! Menni fog! Szedd össze magad, gyerünk! Mindent adj bele! Ne, meg beszoptam. Most Ryan Jakobot idézi meg. Kicsit agresszívabb. De már megtartom a gyenge pontját ennek a spéci fogásnak. És ez lesz az. Megvan, bazd meg! Túl
és egy késsel támadott a Ukrajna. De akkor idézi meg Ran Jakubot. És sem. Tehát így már 3-3 elleni a csata. Vonattal is támad. Végjátszás esetében csak verekedésben használ vonatot. Most jön túl jó spéci fogás. Öt életem van, na nem basszhatom el, semmilyen módon nem merd elbaszni. Na ezt hívják... Nem próbáltam, amikor szükséges. Bounder of Humans and Yukari. Nem, Yokai. Itt egy dálmakus ketrecben vagyok. Nem szabad abba kimennem, mert megdöglöm. Vagyis itt Yukari foggyulejtek. Na ilyen támadásul miatt nagyon félelmetes ez a spéci fogás. Mert nem merek nem nyomni bombát. Ez csak akkor kockázatos, hogyha nincs több bombá. És hogy hozzá a pillangókat ez is? Ez az a pillangókkal támad, ami agresszívak. Három, kettő, négy. Sikerül, sikerül! Igen, és még mindig megmaradt az öt életem. Lássuk az ő esetében mit jelent a ketred. Raymond Maestrát és Takuyát fogságba ejtette Yukari. 9. spéci fogása. Most már a ketredben kell cselezniük. Amíg be nem jár az idő. De sikerül kiszabadulniuk. Spiti, öt életem van, most már sima, hogy lesz az egész. Semmilyen módon ne add fel. Tehát hozzáadta a pillangókat és a buborékokat. A dupla lövedékeket... Hát ez nagyon fáj! Igen, berezeltem tőle. Nem baj lehet alá, nem kell félnek tőle. Most durvul. Gyorsan, vedd le az elejét! Na ezt Rányi Akumuna nem volt, úgy hozzáadta volna még több pillanatot. Come on!
Igen, ilyen, de... Ilyen szopatos ez a spéci fogás. Most figyeljétek meg, hogy az animében milyen szopatos. Most támadják mind a hárman. Ilyenkor még könnyű. Hozzáadta a pillangókat, aztán buborékokat. Aztán a dugalik egy kis sárgalabdát, vagy a vizes labdát. Májszát eltalálta. De szakulják is. Már csak rémú maradt. És BOOM! Rémú befejezte. De még nem. Mert már csak egy spéci fogása maradt. Ez nagyon jó volt! Bizony egyik legjobb teljesítményem is, Yukari ellen. Nézzétek a befejezést. A kezdetét veszik. Szándékosan megnyomtam. Rizikos lett volna, hogyha nem. Hogy nem fog kivédeni? Igen, Damaku bandit, de... Még itt össze már fog eltalálni. Na itt hadig biztonságos kitérni. Nem is csodálom, hogy nehéz. Most mutatok egy trükköt. Csak figyeljünk kell, hogy hol van hitbox. Láttátok? El se találtak a lövedékek. És utolsó támadás. Majd már tud... Ki tudom védeni. De azért nem számít, hogyha nem sikerül. Lakujánál ki tudtam térni. De Rémunál nem. Igen, és így győztem le Yukarit. Tehát erősebb vagyok, mint Yukari. Aki nem tudja, az már nem versenyezhet. És olyan legendás Yokai, mint Pokémonban Mewtwo. Lássuk, Rému, hogy fejezte ezt be. Ezt a spécifás egyedül kell foglalnia. Mert Mightside Sakuya már megsérül. Két támadás. És még a legagresszívabb. De amint kitér tőle, Rémú győzött. Tehát így győzték le Yukarit, és én így győztem le végjátszásban Yukarit.
összeszedik a késeket. Megmondta volt, bizony. Nem tudom, miről beszélnek. Valami korlátot akar javítson meg. Tehát követel, hogy menjek dolgok. Azt hiszem, ennél többet nem kell nézni. Szóval ez volt a különbség az én végigjátszásom és az anime között. Tehát mindegyik ugyanaz a specifikás van. És ilyet még be tudok mutatni, hogyha legyőzöm Flanders Scarlett-et, mert még van ilyen is, hogy Marissa kontra Flanders Scarlett. Azzal is össze tudom ezt hasonlítani, tehát számolhatok azzal, hogyha legyőzöm Flanders Scarlett-et, akkor is kipróbálok egy ilyen reakció videót. Úgyhogy már meg... Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. Még nem döntöttem el teljesen. Legközelebbi reakció videóban azon gondolkozom, hogy egy vicces jelenetet, próbálj meg nem nevetni bemutatót csinálni az Arany és Lyukkávon című filmből. És úgy gondolkoztam, hogy a dinamit jelenetet kommentálom, de majd meglátjuk. Úgyhogy már a búcsúzom, sziasztok!